Sziasztok, kedves mindenki, itt a Havasi Ember beszél, remélem, hogy jól vagytok, remélem, hogy mindenkinek fantasztikusan telik a december, kinek így, kinek úgy, de bízom abban, hogy remekül érzitek magatokat. Hát, közeledik a várovárt nap, az év egyik legszebb napja, és még mielőtt elbúcsúznék tőletek, annyira így hozzá szeretnék tenni, hogy természetesen ezen a napon, miért ne, előmásznak a csatornákból azok a nagyon-nagyon okos emberek, vagy lehet, hogy a kéményből, csak nem éppen a Mikulás, azok a nagyon-nagyon okos emberek, akik meg akarják nekünk, vagy nektek mondani, hogy ez a karácsony, ez rossz, ez fúj, ez csak a bizniszről szól, és így csak azért se tartom a karácsonyt, mert ez csak az üzletről szól, és tönkreteszi a hangulatot. Mi van? Én ezt sose értettem. Hát, aki nem akar vásárolni karácsonykor, vagy nem akar olyan mélyen a pénztárcájába nyúlni, az nem fog. Most őszintén, tehát a karácsony nem pusztán az ajándékozásról szól. De hát, hogyha az ajándékozásról szól, szerintetek, hogyha mondjuk valakinek van egy kisfia, netalántán egy kislánya, aki már mondjuk rajzolóképes, és kap tőle egy rajzot, nem bőven elég? Dehogy nem. Szóval ne hagyjuk, hogy ezek a karácsonyi károgók, ha lehet így fogalmazni, vagy lehet így nevezni őket, ezek a Christmas varjak tönkretegyék a karácsonyi előkészületeket, a karácsonyi hangulatunkat, hiszen a karácsony nem ezektől az okos emberektől fog megváltozni. Nem ezektől az okos emberektől fogunk másképp gondolkodni, hiszen most a világ legklisésebb dolgát fogom mondani, hiszen a karácsony az bennetek van. Az bennetek van. Kiben így, kiben úgy. Hiszen lehet, hogy valakiben kisgyermekként él még a karácsony. Lehet, hogy valaki arra szeret jól emlékezni, hogy milyen volt a családdal együtt, vagy lehet, hogy valakinek az a karácsony, hogy együtt van a családdal. Lehet, hogy valakinek az a karácsony, hogy együtt van a párjával. Lehet, hogy valakinek az a karácsony, hogy együtt ünnepel a munkatársaival. Mindenkinek más és más a karácsony. És ez így van. Jól. Úgy érzem, hogy a karácsony már túlmutatott magán a zsidó-keresztény kultúrkörön, vagy inkább csak a keresztény kultúrkörön, és globalizálódott, attól függ, hogy ki hogy áll hozzá, hiszen lehetsz Japánban, lehetsz Dubajban, lehetsz Amerikában, lehetsz Magyarországon, lehetsz Új-Zélandon, lehetsz Grönlandon, ahol csak szeretnél, hogyha te ünnepelni akarod a karácsonyt, és jól akarod magad érezni közben, akkor az úgy is lesz, még ha éppen a pupu tevének a púpját díszíted is föl, és rakod rá a csúcsdíszt, az akkor is a te karácsonyod lesz. Ennyit szerettem volna csak nektek mondani. Én Havasi Ember voltam, és innen boldog karácsonyt kívánok nektek, és ha nem találkoznánk esetleg addig, akkor sikerekben gazdag, boldog új évet mindnyájatoknak. Szevasztok! Na csáv!